Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Nyíregyháza mostat a Nyíregyházi Televízió közéleti magazinját látják, melynek a fő vonalvezetése ezúttal a tél csupa nagybetűvel, igaz, különböző szempontokból megvilágítva. Egyrészt nemrégiben úgynevezett krízis megbeszélést tartottak a Városházán, másképpen fogalmazva a téli felkészülés jegyében szociális kerekasztalt, amelynek a résztvevői között természetesen hangsúlyosan volt jelen az önkormányzat és számos olyan partnerszervezet, akik segítséget nyújthatnak. Nagyon fontos témák következnek, például a szociális tűzifára és a hajléktalan kérdésre is részletesen kitérve Jászai Menyhért alpolgármesterrel. A műsor második felében pedig az adventről, az ünnepről és a nyíregyházi vásárról, az adventi forgatagról, a színpadi programokról is beszélgetünk, és a díszkivilágításról, amely még nincs, hiszen még advent sincs, december 3-ától lesz hivatalosan, ezért is, na meg áramszolgáltatási problémák miatt is van, az átlagostól úgymond még előadvent sötétebb, de ezekről is szól majd dr. Úrich Attila alpolgármester, akivel egészen az új év búcsúztatóig tekintünk előre. Tél tehát a mai műsorban. Kedves nézőink, hogyha azt mondjuk, hogy krízis megbeszélést tartottak a Városházán, az egy bulvár szalag címnek jól hangzik, de sokan félreértetik. De hogyha bővítjük ezt a mondatot és hozzátesszük, hogy összeült a téli szociális kerekasztal, akkor már sejthetik, hogy egy felkészülés jegyében szervezett, egyébként nagyon széleskörű találkozóról volt szó, amiről a hírműsorunkban beszámoltunk, de úgy gondoltuk, hogy hosszabban is érdemes teret adni annak, hogy hogyan készül az önkormányzat partner szervezeteivel együtt a lehetséges, mondjuk úgy, hogy havária helyzetekre is. Jászai Menyhért alpolgármestert kértük a stúdióba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen! Akkor indítsuk onnan, mivel ön az önkormányzatot képviseli, hogy maga az önkormányzat mit tesz, vagy mit tehet? Az önkormányzatnak van egy sor kötelezően ellátandó feladatai, és vannak, amelyeket önként vállalunk. Ha a téli krízis helyzetről beszélünk, akkor én igazából négy alapillérre helyezném ezt az időszakot. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat részéről a szociális osztály koordinálja. Tehát oda minden befut, minden olyan lényeges információ befut, amely önkormányzati döntést igényel. Nagyon fontos elem az oltalomszeretet szolgálat által nyújtott ellátások, ami a népkonyhától kezdve a nappali éjjeli melegedő több fajta ellátást biztosít, kifejezetten hajléktalanoknak célozva. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pillére az önkormányzati rendszernek. Ehhez szorosan kapcsolódik szintén szerződéses partnerünk a Periféria Egyesület, amely egy folyamatos diszpécser szolgáltatót működtet 0-24 órában. Ehhez társul most krízis időszakban egy krízis autó, amely járja az utcákat, tehát az utcai szociális munkások folyamatosan jelen vannak Nyíregyházán, és amennyiben be kell avatkozni, akkor ők azonnal tudnak intézkedni, szállítani, vagy kivinni ételt, melegitalt, ruházatot, tehát mindkét irányból működik ez a dolog. Tehát két nagyon fontos pillérről beszélhetünk, de a téli krízis helyzetben nem csak hajléktalanok vagy szállás nélküliek kerülhetnek. Nagyon fontos eleme a Humanet Alapítványon keresztül nyújtott tanyagondnoki szolgálat. Idősek, egyedülállók, de akár családok is elszórtan a város agglomerációban élnek. A velük való kapcsolattartás és azonnali effektív segítségnyújtásnak az eszköze a tanyagondnoki szolgálat. És intézményi oldalról, hogyha koordinációban említettem a szociális osztályt, az intézményi oldalról pedig meg kell említenem a Nyíregyházi Család és Gyermekülti Központot. A központ a Körte utcán található, több telephelye van a városban, és mindenképpen ők azok, akik egy krízishelyzetben lévő családot azon túl is kezelni tudnak, vagy ellátni, és lekezelni a problémákat, hogy nincs étel, esetleg tűzifa, vagy a lakhatással van probléma, a gyerekkel van probléma, hiszen élelmiszerbankot működtetnek, illetve olyan ellátásokat tudnak közvetlenül nyújtani, amely tartósabban tudja a családoknak az életét megkönnyíteni és segíteni. Tehát itt a megkönnyítésről, segítésről van szó, tehát nem a helyzetet oldják meg, hanem nagyban hozzá tudnak ehhez járulni. Milyen helyzetekben kopogtatnak, vagy kopogtathatnak be hozzájuk? Most említettem a tűzifát, de mondhatom azt, hogy tipikus olyan helyzetet, hogy valamilyen lakhatási probléma merül fel, és kiskorú gyerekek vannak érintve a családba.
akkor ezt meg kell oldani, és el kell őket helyezni. Lehetnek olyan egyedi esetek a családokban, amikor az apa, vagy anya, édesanya, vagy akár az egyszülős családokban nincs is két szülő, és olyan krízishelyzet alakul ki, amikor mondjuk a gyerekeket nem tudják ellátni. Ez egy szociális alapszolgáltatás, az önkormányzat működteti a gyermekek átmeneti otthonát, akkor ott elhelyezzük a gyerekeket, de akkor a szülőknek is segítünk. Vagy ha lakhatás nélkül marad egy család, akkor a családok átmeneti otthonában helyezzük el őket, de akkor ott kell jogi segítségnyújtás, lelki segítségnyújtás, pszichológuson keresztül szükség lehet települési támogatásra, amit az önkormányzat nyújt, ruha, élelmiszer, tehát itt egy komplex támogatásról van szó, és a központ az intézményekben is ott van, hiszen az óvoda és iskolai szociális segítők minden intézményben jelen vannak. Tehát nem azt várják, hogy valaki megtalálja őket a telephelyen, hanem gyakorlatilag terepen vannak. És mindenképpen ők azok a szociális szakemberek, akik első lépcsőbe fognak tudni segíteni, és eljárítani, és megoldást találni a problémára. Volt egy fontos félmondata még, ami egy települési támogatás típusra vonatkozott. Erről talán még nem beszéltünk, tehát az önkormányzat egyébként rendszeresen, de időszakosan aktuális esetekben is nyújthat segítséget. Hát ez egy külön műsort megélne a szertágazó települési támogatás. Van lehetőségünk arra, hogy egyedi esetben váratlan helyzeteket megoldandó rendkívüli települési támogatást adjunk, és szoktunk is élni ezzel a lehetőséggel. Ez gyakorlatilag 1-2-3 napon belül azonnal effektív pénzügyi támogatást jelent abban az adott krízis helyzetben. És akkor a többit én most nem említem, hiszen a lakhatáshoz nagyon sok támogatás társul, lakbértámogatás, lakásfenntartási támogatás, kelengye támogatás, tényleg egy külön műsort megtölteni, lehet, hogy érdemes lenne majd ezt feldolgozni. Igen, a naplóban, úgy emlékszem, ebben az esztendőben is szenteltünk ennek egy oldalt. Ez nem kifejezetten a téli krízis helyzethez kapcsolódik, de egyébként most is él, ezt tegyük hozzá. Igen, természetesen. A bérlettámogatásról még nem is szólva, ugye, igen. Étkeztetési, abból rengeteg van. Hát az étkeztetés azért ott lehet, hogy érdemes megállni egy pillanatra, hiszen hosszú lesz a téli szünet, és a halmozott általános helyzeti gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kezelésben részesülnek, a szünidei étkeztetésben kapnak egy napi egy főételt. Ez most is biztosítani fogjuk, majd ezt külön szeretnénk a sajtó útján is tájékoztatni az érintetteket, hiszen nagyon fontos az, hogy a téli szünetben is azok a gyerekek, akik óvodában, iskolai ellátásban vannak, megkapják azt a bizonyos egy meleg ételt, egy főétkezést. Ugye ebbe az a nagy újításunk, amit az elmúlt esztendőkben vezettük be, hogy házhoz szállításra történik. Tehát ha hideg van, esik a hó, csapadék van, akkor neki osztó pontokra kelljen elmenni az ételért, hanem házhoz szállítjuk. Ez egy jövőbeni dolog, időzítsük erről a híradást majd a szünetre, de ez is a krízis helyzetnek a megoldásához kapcsolódik, én úgy gondolom. A téli szünetről tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani, a térről csak sejtjük, mármint a hideg időről, de azért nyilvánvalóan lehetnek olyan családok, ahol több nap, mint tűzifa. Igen. Említette már ezt a szolgáltatások egy fél mondattal, van ennek egy jelzője is, szociális tűzifa, és ezt az önkormányzat biztosítja, ugye válasszuk el attól, amit egyébként a Nyírerdő, a Vármegye számos településén ad. Válasszuk el tőle, ezt a programot teljes mértékben az önkormányzat saját erejéből finanszírozza. Az ügyfelek számára nem kerül, tehát nem kell térítést fizetni érte. Az idei esztendőben, december 4-én, ez egy hétfő napra első nap indítjuk a tűzifa programunkat. Mindig el szoktam mondani azt, hogy az első száma az öngondoskodás. Tehát itt nem arra gondoljanak a kedves tévénézők, hogy akinek van olyan lehetőség, hogy tűzifával fűtsön, akkor majd az önkormányzat ellátja. Így kifejezetten a rászorulókra és krízishelyzetben lévő családokra kell gondolni. Egy tavalyi számot mondanék, közel 800 család részesült ebből a tűzifa programból. Nagyon fontos, és nem véletlenül említettem az intézményrendszerünket, hiszen a jelentkezést a gyermekjóléti központhoz kell leadni. Az ügyfelek egy része már ott látókörben van, tehát gyakorlatilag automatikus a tűzifa engedélyezése, jóvágyása. Ahol indokatnak látják, vagy új ügyfél jelentkezik, ott adott esetben helyszín szemét tartanak, hogy lehetőleg célzottabban menjen a tűzifa, és ne olyanok számára, aki nem jogosult. A polgármester fontos pilléreket és fontos partner szervezeteket említett, de ugye térjünk vissza a beszélgetésünk elejére, hogy jeleztük, hogy volt ez az úgynevezett krízis megbeszélés. Egyébként miért van erre szükség, ha úgymond mindenki tudja a dolgát, és kik voltak ott?
Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Nyilván minden intézmény a saját jogszabályi kötelezettségei, protokollja szerint, az önként vált feladatai szerint végzi a maga dolgát. De ilyen esetben nagyon-nagyon fontos az, hogy együttműködjünk és tudjunk egymásról. Évközben olyan banális dolog, személyváltások történhetnek, vagy egy telephely áthelyezésre kerül, vagy megszűnik egy ellátás, látunk ilyet is a városban az idejeszendőben. Új ellátási forma jelenik meg az ellátási palettán. Tehát van egy ilyen tájékozódási célja ennek a dolognak, amikor ismertetjük egymás felől, hogy hogyan állunk az ellátásokkal. Ezen túl van-e valamire szükségünk, van-e amiben hiányt szenvedünk, amit mi nem tudunk nyújtani? Hát erre is tudnék számtalan gyakorlati példát mondani. Lehet, hogy emlékeznek, hogy a kedves nézők arra, amikor a vonat Nyíregyházán nem tudott tovább közlekedni, és el kellett helyezni nagyon sok embert, Nyíregyházán kollégiumban helyeztük el, de hát azoknak kell ruha, kell takaró, kell élelem. A menekülteknél is előfordult az, amikor lerobbant a busz, és Nyíregyházán kellett elhelyezni több embert. Kigyullad egy ház, és nem lehet tudni még azt, hogy a lakók visszamertek, vagy nem. Nem mondjak példákat. Tehát lehetnek olyan helyzetek, amikor több intézménynek kell együttműködni, és tudjuk az önkormányzatnak a korlátait, és tudjuk azt, hogy ehhez mit tud majd a Vöröskereszt hozzá kapcsolni, vagy a másik intézmény. Tehát milyen kapacitással rendelkezünk, amit fel tudunk ajánlani a közös cselekvéshez. Ezt rögzítjük, megvannak az elérhetőségek, és amikor probléma, hogy be kell avatkozni, akkor azonnal tudjuk azt, hogy kit kell hívni. Nincs mellé tárcsázás, hogy XY, ő már nyugdíjban menne, keressük. Mert tudjuk azt, hogy kit kell keresni, milyen e-mail címen, milyen telefonszámon. Tehát ez nagyon fontos, áttekinteni a kapacitásokat, hiszen itt is az intézményeknek törvényi kötelezettségeik vannak. Tehát van, amit kötelező elvégezni, van olyan, ami pedig önként vállalt. Tehát úgy mondhatom, hogy azért ez egy ilyen felkészülési szemle a város szociális ellátórendszere fölött. Felkészülés és frissítés. Igen, frissítés, a rendszernek a frissítése is. Ugye az oltalom szeretett szolgálatnál, illetve a Periféria Egyesületnél említette, hogy napi szinten vannak kapcsolatban hajléktalanokkal, illetve hát az egyik fő tevékenységük és a velük való foglalkozás az ő ellátásuk. És ugye a közgyűlésen is fölmerült a hajléktalan kérdés, meg ahogy a tél közeledik, ez egyre inkább tárgya a közbeszédnek. Nem azt mondom, hogy elemezzük a hajléktalan helyzetet, de hogy lehet-e sejteni a pillanatnyi számarányát a Nyíregyházán napi szinten megjelenő hajléktalanoknak, és a velük való bánásmódnak milyen helyszínei vannak? Ez egy örök kérdés, és természetesen fontos kérdés, és hogy ne lehetne erről beszélni. Nyíregyházán egészen pontos számot senki nem tud, hiszen van egyfajta fluktuáció, tehát van egyfajta természetes mozgás. 300-400 olyan személy lehet, aki hajléktalanként hajléktalan életvitelt folytat Nyíregyházán. Ez nem is biztos, hogy mindenki nyíregyházi, vidéki, de az is lehet, hogy a nyíregyháziak pedig máshol, akár máshol nagyvárosban jelennek meg, mint hajléktalan ellátó, mint ügyfelek. Nyíregyháza egy nagyváros, nyilván vonzza adott esetben a hajléktalanokat, de ki is bocsájthatja. Nagyon fontos az, hogy az oltalom szeretett szolgálat népkonyhát üzemeltet, nappali menedéket, éjjeli menedékhelyet, átmeneti szállás és tartós szállást. És azt mondhatom, hogy tulajdonképpen a kapacitás nincs kihasználva. Tehát Nyíregyházán nincs olyan probléma, hogy több a hajléktalan, mint kevesebb a kapacitás, mint amennyien ezt igénybe vennék. Inkább az a probléma, hogy nem biztos, hogy valaki igénybe akarja venni azt az adott ellátást. Itt jön be az utcai szociális munka, hogy rábírják, meggyőzzék, és adott esetben védett helyre segítsék a önkéntes alapon az adott hajléktalant. Időnként lehet az embernek az érzése az, hogy a hajléktalanok száma növekszik, nem növekszik, bizonyos napszakokban, bizonyos a városnak egyes pontjain koncentrálhatnak, ez az életvitelükből adódhat. Ilyen esetben, hogyha ezt tapasztaljuk, akkor olyan kis csoportos egyeztetéseket tartunk, városrészekre lebontva, amikor odahívjuk a szociális szakembereket, a rendészeti szakembereket, adott esetben lehet rendészeti kérdés, ez attól függ, hogy hogyan viselkedik valaki, az ellátó, a szociális ellátókat, és akkor egyeztetjük azt, hogy az adott térségben hogyan lehetne oldani, csökkenteni, és mindenki számára elviselhetőbbé tenni, elsősorban fókuszban magát a hajléktalanok személyek számára, de a többi lakó számára is. Tehát ez egy nagyon fontos témakör, és gondosan odafigyelünk. Ezt egészíti ki a pályázati forrásból megépített egészségügyi centrum,
a Tokaj úton, és fogadja azokat a egészségügyi ellátásra szoruló hajléktalanokat, akik kórházi ellátást már nem igényelnek, de az ellátórendszerben viszonylag nem bocsáthatóak. Tehát én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen zár a kör, mindenki megkapja, aki igényli a neki fontos ellátást. Köszönjük szépen az áttekintést, és a zárszó közvetett módon ehhez a témához is kapcsolódik, hiszen pont azt említette, hogy noha van elegendő számú férőhely, van, akik ezt nem kívánják igénybe venni. Igen, de lehet olyan extrém időjárás, ahogy nyáron, úgy télen is, amikor bizony jól esik behúzódni meleg helyre. Van ennek ez a különleges megnevezés, a vörös kód, ami félelmet keltő, de egyébként egy jelzés is. Hát találó, figyelemfelkeltő, és arra ösztönöz az embert, hogy itt valami nagyon komoly dolog történik. A szociális ügyekért felelős ágazati államtitkár rendelheti el a vörös kódriasztást, ennek megvannak a csatornái, a diszpécser szolgálatokat értesíti, a szociális ágazati portálon közzé teszi a kötelezően követendő protokollt. Mit jelent az extrém időjárás? Nyáron a 27 fok fölötti átlaghőmérséklet, télen pedig a mínusz 10 fok alatti napi átlaghőmérséklet. 2023-ban, ha jól emlékszem vissza, téli 1 volt februárban, nyáron pedig 3. Ez is mutatja az éghajlat változást, hogy mikor van extrém időjárás. Ennek nagyon röviden mondanám a lényegét, mert amikor ez a riasztást kiadja az államtitkár úr, akkor figyelni kell azt, hogy ennek minek a rendelkezései. Nagyon fontos és lényeges eleme a hajléktalanok egészségének, testépségének a megóvása érdekében, ilyen esetben a bentlakási intézményeknek köteles megnyitni a saját kapacitását és elhelyezni a hajléktalanokat arra a krízis időszakra, amikor ez a riasztás érvényben van. Kiemelném azt, hogy nem létesít ez jogviszonyt az ellátott és a fenntartó között, ez egy átmeneti helyzet. És amikor beszéltünk a krízis megbeszélésről, itt az egyik fő témája volt az, hogy ki tud mennyi kapacitást felajánlani. Ezeket szépen összeírtuk, mert ez segíti a diszpécser szolgált munkáját, az utcai szociális munkának, mert tudja, hogy hova kell vinni. Ebben az intézményben vihetek 3 főt. Ott van. Jön a következő. Vagy területileg hol helyezkedik el. Tehát ez is nagyon fontos része volt ennek a koordinációnak, mert végrehajtja mindenki külön a rendelkezéseket a maga szempontjából, csak éppen az ellátott nincs ellátva. Tehát itt azt gondolom, hogy pont ezen a ponton lehet megfogni a krízis megbeszélésnek a lényegét, hogy miért voltunk ott. Hát ott volt az oltalomszeretett szolgálat, ott volt a periféria, ott volt az önkormányzat, és ott voltak azok a kötelezett bentlakási intézmény fenntartói, vagy éppen intézményei, akik pedig fogadják az ellátottakat. Hogy ne legyen baj, ne legyen katasztrófa, ne legyen tragédia Nyíregyházán. Ez legyen a végszó, ne legyen, mindazonáltal a felkészültség megnyugtató. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, beszéljünk az adventről, amely közeleg, sőt, sokan azt hiszik, hogy már itt is van. Mert hogy jó néhány helyen, így Nyíregyházán is, kinyitott az úgynevezett adventi vásár, noha még nincs advent, ami most nagyon szűkös, és így fények sincsenek, vagy kevés. Nos, ezek összefüggéseire is kíváncsi vagyunk, meg természetesen a programokra, egészen az óév végéig előre tekintve. Dr. Úrik Attila alpolgármestert kérdezve mindezen témákról. Jó estét kívánok, alpolgármester úr! Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőit! Igen, mondjuk úgy, bár nem ezt szoktuk mondani, hogy mozgó ünnep az advent is, azt inkább a húsvétre használjuk sok ok miatt, de az idén talán a legrövidebb. Nézzük ezeknek az összefüggéseit, mert úgy láttuk a közösségi médiás bejegyzésekből is, hogy sokan értetlenkednek a fényhiány és a vásár kinyitása közti összefüggések miatt. Ugye úgy jön ki most a matematika, illetve úgy jön ki az adventi naptárban az a 4 vasárnap, amit adventként az gyertyagyújtáskor ugye elvégez az ember itt a Kossuth téren, hogy igazából ez 3-án indul. És az advent utolsó vasárnapja 24-ére esik, Szentestére, tehát karácsony estéjére. Így ezáltal az advent a köztelévő heteket figyelembe véve egy héttel rövidebb. Más nagyvárosok azért csinálták azt meg hozzánk hasonlóan, hogy egy héttel korábban kinyitottak, hogy ne csak a város lakóknak, vagy nekik is elsősorban kedvezzenek, hanem az árusoknak is, akik megteszik azt, hogy 4 héten keresztül itt vannak esőben, hóban, a hidegben, és árulják a termékeiket, hogy ez a szimbiózis ez meglegyen. Ezért csináltuk azt is, hogy 23-ára hoztuk az utolsó
adventi gyertyagyújtás. Szombatra esik, így van. Mert 24-én már az emberek ugye szeretnek otthon a család meghittségében lenni. Ez még 23-án megtartjuk az utolsó adventi gyertyagyújtásunkat. Az első meg most van hétvégén. És ugye nálunk van egy régi szokás. És az emberek a régi szokásokat szerintem megtartják, pláne, hogyha azok jó szokások. És a szokás itt a mi városunkban az, hogy 16:30 polgármester úrnak a vezényletével, végszavával, köszöntőjével együtt gyújtjuk fel a kíváncsiskodókkal a városunk adventi fényeit, és mi ezt a szokást, ezt szerettük volna megtartani. Tehát gyertyagyújtás hivatalosan is, meg a valóságban is, december 3-án. Akkor ezért lehet az, hogy most idézőjelben sötétebb van a Kossuth téren, mármint a díszkivilágításhoz képest. A díszkivilágításhoz képest azért van sötétebb, mert egy hónapja a fázis problémákkal küzd a belvárosi világítás, ami ugye EON-os probléma, de nyilvánvalóan a nyírvévé szakemberei egyeztettek már az EON-osokkal. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ezen a héten ezt mindenféleképpen megoldják, azokat az égőket, amelyek esetlegesen nem égnek, kicserélik, de ugye, hogyha egy fázis nem megy, és pontosan a belvárosban, a Korzói gát és itt a tér környékén, akkor az azért eredményezheti azt, hogy az emberek azt gondolják, hogy sötétebb van, de ugyanakkor az árusok, az óriás körék, amely már üzemel, az világít, tehát nem baksötétre kell gondolni, de mi azt a fényáradatot, amit majd ide tervezünk harmadikára, szerettük volna, amit említettem, a szokásodnak megfelelően csak akkor felkapcsolni. Tehát akkor pontosítva magáról a közvilágításról beszéltünk most, ami az áramszolgáltató miatt mondjuk úgy, hogy akadozik. Azért érezhetik azt, hogy sötétebb van, az adventi fényekre meg még várni kell egy pár napot, és akkor örök világosság lesz majd a Kossuth téren. És teljes pompa szokott módon. Van-e valami újdonság az idei díszkivilágításnak? Ugye mindig igyekszünk arra, hogy kicsit változatosabb legyen a térnek a világítása. Igyekszünk, ami a rendelkezésünkre áll, úgy elhelyezni, hogy az ember, hogyha a teret nézi, a térlátásának megfelelően lásson egyfajta olyan ünnepi hangulatot, ami az adventhez méltó. A Városházán ki lett cserélve az összes ledsor. Egyébként az eléggé nagy mennyiség, mert az már elhasználódott, ugye a hideg azért, mert az idő az megeszi. És a ledsorok, amelyek használhatóak voltak, ugye 3 kilométer mennyiségben a fán vannak. Egyébként elárulom, talán kipróbáltuk, tehát az igazán jól néz ki. Vannak új LED fényvetőink, amelyekkel szeretnénk majd a következő években még jobban a fákat meglőni, ezek alulról világítják meg a fákat különböző színben. Most mi hidegfényt választottunk, de lehet, hogy jövőre egy kicsit színesebbé tesszük. Tehát új szárnyak vannak, tehát új közvilágítási lámpákra szerelhető eszközök is vannak, amelyek még a teret és a környékét is be fogják világítani. Úgyhogy mindig arra törekszünk, hogy kicsit megújuljunk, változtassunk, nyilvánvalóan észszerűen csinálva ezt, és azt, hogy az emberek tényleg, hogyha itt vannak a Kossuth téren, a fények segítségével is érezzék az adventi forgatagnak a milliójét. Ha már a változtatás szót említette, azért van, ami lassan azt mondhatunk, hogy állandó, ez egyben egy program is, meg egy világító eszköz, ez az óriás kerék, most már valóban sokatszor van, bár voltak más típusú elemek is, és hát az is elég sok fényt ad. Igen, hát a sok fényt ad, és azért van csak idézőjelben az óriás kerék, mert mindig figyelünk az egyházra is, és ez adja a legkevesebb zajt. Nyilvánvalóan a szentmisékre gondolok én ilyenkor adventi időszakban. Az óriás keréktől látható a templom, bármilyen irányból, mert át lehet rajta látni, az nincsen, hogy kitakarva van esetlegesen, és tényleg nincsen semmiféle hanghatása, mert az csendben szépen forog, a fénye nem világít be a templomba, tehát a templomi nyugalmat nem zavarja, az emberek meg szeretik, azt hiszem, és az a kettő ötvözete adja azt, hogy mindig jön az óriás kerék. Milyen egyéb, ha úgy tetszik, aktivitások vannak még, amit kipróbálhatnak az adventi vásározók? Hát ugye 50 árus van, nagyon sokféle áruval, ami szemszájnak inger és a gyerekeknek a kedvence. Azon kívül ugye mindig gondolunk a gyerekekre,
nyilvánvalóan, tehát vannak gyerekjátékok, amin azért a gyerekek el tudnak lenni a szülőkkel együtt, és el tudnak tölteni itt egy kellemes időt. Lesz Mikulás bácsi, ugye Mikulás bácsi nyilvánvalóan meghívásunkra ismételtem, ellátogat ide Nyíregyházára is, és ő is december 3-án fél ötkor elkezdi, meglátom, hogy bemegy a Mikulás házba és fogadja a gyerekeket, és ezt megteszi 8-áig egyébként. Tehát a következő hét azt hiszem, hogy péntekig vagy szombatig itt lesz, és amely kisgyermek vagy nagyobb gyermek szeretne vele beszélni, azt délutánonként megteheti. Ugye már ahogy az emberek, ha járnak a Kossuth téren, láthatják azt, hogy nagyon sokan aggattak már különböző üzeneteket, rajzokat a fára, aminek én nagyon örülök. És hát visszahoztuk, ezt említettem már, igyekszünk a Covid előtti állapotokat a rendezvényekkel visszahozni. Kedden, csütörtökönként, szombatonként vannak városi fellépők és az iskolák, körülbelül több mint 20 iskola lesz itt, és vasárnaponként pedig visszahozzuk a sztár fellépőket, és most ugye a 3-án Bejszíktorral fogunk kezdeni, tehát minden egyes adventi gyertyagyújtás után egy sztár fellépő van, de kett, csütörtökön, szombaton pedig iskolák, illetve helyi nyíregyházi fellépők, zenekarok lesznek fenn a színpadon. Ezt is igyekszünk, és nyilvánvalóan nem ér véget a básár az adventtel, mert az menni fog tovább is két ünnep között, és mivel régebben is így volt, most is úgy tervezzük, hogy a szilveszternek a hangulatát is megpróbáljuk visszavarázsolni ide a Kossuth térre. Ha már ekkorát ugratunk, maradjunk a szilveszternél, ugye volt, amikor nem lehetett különböző okok miatt, ismervén a világjárvány és egyéb helyzeteket, aztán többen magát a tűzijátékot kezdték kritizálni, egyébként nyilván ez nem nyíregyházi specifikum, hanem országszerte. Milyen megoldás született az idén? Ezt már eldöntöttük egyébként, hogy egy tűzijátékot csinálunk egy évben. És a választásunk az ugye az állami ünnepünkre esett, és ez azt is mutatja, hogy nem akar az önkormányzat tartani egyik szilveszterkor sem tűzijátékot. Egyrészt van elég magán tűzijáték. Másrészt pedig ugye beszélve állatvédőkkel, környezetvédőkkel, abból a megfontolásból is, hogy a kutyákat azért védjük, mert nem szeretik ezeket a hangokat nyilvánvalóan. A város nem tart tűzijátékot, viszont csinál utcabált, utcabulit, hogyha így tetszik, mert ez itt egy nagyon nagy hagyomány. Ez itt tényleg egy olyan régi hagyomány Nyíregyházán, amelyet nem szabad elveszni, hagyni. Éppen ezért utcabál, DJ, és reméljük, hogy jó hangulat kinyitott párárussal, aki még itt tartja a frontot, és valamikor hajnal 4 óra körül kialszanak majd a fények. Egy dologról szeretnék azért még itt megemlékezni, itt a szokások szempontjából, hogyha szabad, azt, hogy ismét van lapcsánkalasztás. Az is itt egy akkora hagyomány, azt gondolom, ami több éve folyik már, és az emberek nagyon szeretik, hogy ezt ebben az évben is megteszi az önkormányzat, ezt a fajta gesztusra az emberek felé, hogy egy nagyon finom lapcsánkával kedveskedjen. 3 alkalommal lesz. December 7-én fog indulni, utána 14 és 21-én lesz lapcsánkosztás, mindig délután 3-tól egészen addig, amíg tart az alapanyagnak a sütése. Én gondolkodom, ez csütörtök, ugye? Ez csütörtökönként van, igen. Ez csütörtökönként van, 3 csütörtökön lesz majd. Igen. És akkor maradjunk újra a karácsonyi vásárban, ha kérhetem. A néhány héttel ezelőtt a foglalkoztatási paktum projekt kapcsán nyilatkozott hosszabban a nyíregyházi kézművesekről, helyi termelőkről, akik a Made in Nyíregyháza védjegy vagy logó alatt gyűlve össze sok helyen dicsőséget is szereztek a városnak. Ők is jelen lesznek ebben a vásárban? Ugye az alapkoncepció, hogy alapvetően amennyiben ezt meg lehet tenni, itt a széles kínálati palettát nézve, alapvetően nyíregyházi vagy nyíregyházi vonzáskörzetbe tartozó árusok jöjjenek ide a térre árulni, és azokban az esetekben, amennyiben vannak olyan újdonságok, és mindig vannak, ezt elhihetik nekem, és meg szoktam lepődni, hogy miket csinálnak, árulnak, és miket szeretnek legfőképpen az emberek, azokban az esetekben lehet más is. Itt említek két dolgot, jó, hogy
hogy a Tirpák Fesztiválon nagyon nagy sikert aratott a bundázott töltött káposzta, amit én is akkor láttam életemben először. Például ők is itt lesznek, és ők nem nyíregyháziak, csúroszosok lesznek. Az erdélyi kültős kalácsos mindig itt van, mert az egy változatosság. Szeretnek idejönni Farkasfalváról, Farkaslakáról, bocsánat, ide hozzánk. Nyíregyházára egyébként már ők ki is nyitottak, ahogy tegnap is láttam. Szóval zöme nyíregyházi. Több mint 50-en vannak, ugye nem csak ételital, hanem kézműves termékek is, mert hál' Istennek. Itt a Paktumon belül nagyon sok kézműves van. Az Aranykapu kézműves egyesületen keresztül is jönnek majd ide árusok, tehát igyekszünk egyfajta olyan változatosságot megteremteni, amelyben szét lehet nézni, el lehet gondolkodni, lehet esetleg ajándékot vásárolni, de lehet mindenféleképpen jót enni, inni, és a gyerekekkel sétálva, egy kicsit játszva lehet a karácsonyi hangulatot majd hazavinni. Ez már végszónak is tökéletes lett volna, de ha kérhetem, az legyen egy meghívás. Egy programlemről ugyanis még nem beszéltünk, ami ugyan tágabb értelemben a téren lesz, de mégsem a kinti színpadon. Ez a, ha már sokszor használtuk ezt a jelzőt, hagyományos városi karácsonyi hangverseny. Igen, 15-én este 7 órától ugye a Kantémusznak és a szimfonikusoknak a részvételével hagyományosan a római katolikus székesegyházban karácsonyi hangverseny lesz, amelyre várunk mindenkit szeretettel, bár azt hiszem, hogy azt azért nem is kell mondani, mert nagyon sokan szeretik és tudják, hogy ez lesz, és a templomban ez a két együttes milyen jó hangulatú, meghitt hangulatú milliót szokott teremteni, úgyhogy erre is ugyanúgy, ahogy az összes többi programra várunk mindenkit szeretettel, és hogyha már végszó, akkor ha megengedi, akkor az lenne a végszó, hogy mindenkinek áldott adventi ünnepeket és boldog karácsonyt kívánok. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kedves nézőink, ez volt a Nyíregyháza, most a Nyíregyházi Televízió közéleti magazinja. Mai figyelmüket is köszönjük munkatársaink nevében is. További kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra!